Az 1905-ben épült neobarokk stílusú kúria a 60-as évektől a közszolgálja. Volt már óvoda és könyvtár is, a rendszerváltást követően pedig hivatali épület. Az ingatlan legutolsó átfogó külső és belső renoválása több mint 30 éve volt. A 2024-es évben kicsit több mint 104 millió forintos pályázati támogatással történik meg az emlékhely felújítása, energetikai korszerűsítése. Az épület kap egy külső szigetelést, egy újfajta szigetelést, ami átlátszós 2-3 mm vastagságú, ami ugyanazokat az amplitudókat tudja, amit egy 15-20 centis másfajta szigetelőanyag. A nyilázárók lesznek kicserélve, a gépészet, vízvezeték, fűtés, belső munkálatok lesznek, és a külső homlokzatot szeretnénk ugyanolyan állapotban, mint az valamikor eredeti formában azt megépítették, itt a falu központjában ezt szépen felújítani. A közbeszerzés megtörtént, és napokon belül megkezdődik a felújítás. A kivitelezésre 8 hónap áll rendelkezésre. A település vezetése továbbra is azon dolgozik, hogy az itt lakók számára Pócs Petri egy élhető, komfortos kis település legyen. Nagyon nagy terveink vannak folyamatosan. Meg tudtuk újítani már a általános iskolánkat, az orvosi rendelőt, az óvodát, a gondozási központot, és nagyon el voltunk maradva a önkormányzati útjainkkal. A önkormányzati útjainknak egy körülbelül 50%-a volt ezelőtt 10 évvel szilárd burkolatú, ezeket is 90%-ba meg tudtuk csinálni. Nagyon nagy szükség van a településnek még legalább 3 ilyen utat, amit szeretnénk teljesen egészében felújítani, illetve elkészíteni, illetve olyan közösségi terek kialakítására lenne szükség még a településen, ahol az ifjúság, a fiatalság, a középkorosztály és az idősebbek is tudnak kikapcsolódni. A felújítás során az 5 évvel ezelőtt történelmi emlékhelyé nyilvánított hivatali épület akadálymentesítése is megvalósul.